Sziasztok, üdvözöllek benneteket, én Hunlander vagyok, és ismételten mondom azt, hogy ismételten egy új játékkal jelentkezem, és ez az új játék pedig nem más, mint a Sniper Elite V3. Mielőtt bármivel is belekezdenénk, először is bocsánat a hangminőségért, laptopnak hangszórójáról van felvéve, hangszórójáról, laptop mikrofonról, webkamera mikrofonról van felvéve, és tudom, hogy borzasztó, és tudom, hogy minden belehallatszik, de ez a szutyok Audacity egyszerűen most valamiért nem képes érzékelni a fülhallgatómnak a mikrofonját, és a Windows érzékelő az Audacity nem, nagyon vicces, de már túl késő van ahhoz, hogy ezzel piszködjek, tehát vagy mikrofon lesz, és videó nem, vagy videó lesz, és kicsit rosszabb hangminőséggel, úgyhogy most az utóbbi mellett döntöttem, és valószínűleg még az is belehallatszódik, ahogy közben nyikorog a szék, és feszengünk benne. Oké, ez letudva. Tehát Sniper Elite 3. Belekezdtem, játszottam vele, tegnap töltöttem le. Egy felvételt már lenyomtam vele, tehát egy 20 perces etapon már túl vagyunk. El is kezdtem egyébként az aktuális pályának a betöltését. Continue. Oké. Tehát egy felvételen már túl vagyok, úgyhogy most igazából a tutorial pálya után következő pályának, tehát a második pályának a valamennyi részétől, szerintem olyan negyede körültől csatlakozunk be a játékmenetbe, és innen folytatjuk. Nem tudom, hogy van-e esetleg olyan, aki nem ismerné ezt a Sniper Elite című játékot, ezt a sorozatot. Ez egy mesterlövész szimulátor játék, nevezzük mondjuk egy mesterlövész szimulátor játéknak. Itt látható hősünk, aki meretten nézi a homokot, valószínűleg nagyon tetszett neki a látvány, és ölelgeti a géppuskáját, a hátunkon van még egy mesterlövész puska, mert hát mégis csak sniper játék, illetve van egy hangtompítós pisztolyunk, akit Verrodnak neveznek, illetve amit Verrodnak neveznek. Amit tudni kell, mit is takar pontosan ez a mesterlövész szimulátor játék, hát megmutatom nektek. Itt vagyunk egy német bázisnak a kellős közepén, egy második világháborús környezetben játszunk, járunk Tobruknak a környékén, mert hát ugye egy olyan játékban, ahol nem németekkel vagyunk, természetesen a szövetséges győzelmektől kezdve kezdjük el játszani a játékot, és hát ugye a lényegében a második világháborunknak a németek által győzelemmel lezárult része meg nem történt. Jó, tehát mesterlövészkedünk német bázison, szépen bujkálunk, lopakodunk, ugyanis egy eléggé komoly bujkálós, lopakodós játékkal állunk szemben, és én úgy gondolom, hogy igazából meg is éri bujkálni, lopakodni, ugyanis nagyon sok az ellenség, nagy számban vannak, és ráadásul eléggé erősek is, eléggé jól tudnak célozni. Én mindenféle segítséget leszettem, egyébként ő lesz ott a célpontunk, akire most, nem ne is lőjünk rá most, hanem még egy kicsit magyarázok, tehát én mindenféle segítséget leszettem, tehát a legnehezebben toljuk. Ez itt a mesterlövész puskánk, ugye most a célzókáján nézünk át. Fölül láthattok egy fehér sávot, az a szélirányt mutatja, jobb oldalon alul, nem, még mindig nem lövök, akkor még egy kört várunk, jobb oldalon alul láthatjátok a lőszert, bal oldalon látjátok a vérnyomásommal, ezt el tudom lőni, ez ilyen energiaszintszerűség, ami belassítja az időt, és amit majd mindjárt látni fogtok fölül, az pedig nem más, mint egy zajforrás, ugyanis az előbb összerugdostam magam mellett a... összerugdostam magam mellett a generátort, és ez mindenféle zajokat ad ki, és ez a zaj pedig elfedi a puskalövésünket. Lőjünk még egyet, lőjük le mondjuk azt az őrt is ott, ismételten megvárjuk, hogy bedarálódjon a generátor, és egy nagyon szép animációval, amikor animációval már tudjuk is, hogy meghalt a kedves őrünk. Na nézzük, hogy pontosan melyik belét fröccsentettük, caffantottuk, daraboltuk, löcsögtettük össze-vissza, ott azt a kis izét a hasában, az biztosan fájhatott neki, bele is hal természetesen, úgyhogy menjünk is tovább. Igen, egy kicsit immédiás stressz volt a kezdés, mutatom, hogy valamerre arról onnan a sátrak közül érkeztem, és itt oldalt fellopakodtam ide. Itt lent ezek a romos házak között ellenséges őrök vannak, őket sikerült megkerülnöm, ott vettük el a térképet, ott láthatunk is egyet, ott szépen egy huszárvágással jó meg is indult a másik irányba, és a célunk pedig nem más, mint ellenséges ilyen felderítéses iratokat kell
felkutatnunk, hogyha nyomunk egy térképet, látod, hogy itt vagyunk, oda kell most mennünk jelenleg, az a legközelebbi célpont, és azt gondolom, hogy itt pár sziklát megkerülöm, és szépen itt körbe az a sátor mögöl fogok nyomulni. Annál a emberkénél van a kis papír, amit meg szeretnénk szerezni, akit az előbb másodjára sikerült lelőnöm, nem második alkalommal, hanem másodjára, és az első ember volt, akit ebben a részben lelőttem, remélhetőleg ez egyáltalán nem volt bonyolult. Igen, ugye lopakodunk, szépen óvatosan játszunk, és ahogy már beszéltem is, meséltem is, mesterséges intelligencia nem könnyíti meg a dolgunkat. Nem minden esetben mondom azt, hogy olyan hű, de iszonyatosan nagyon szörnyen okos, azonban mivel fel van véve elit szintre az Emmynek az ereje, ezért ha nem is okos, minden esetre erős, itt pedig egy kis porban, egy kis ködben megyünk, úgyhogy remélhetőleg kedves, szakállos, divatosan kinéző hősünk nem fog nekiállni krohácsolni, mert az nagyon könnyen jelentheti majd a vesztünket. Na nézzük szét, hogy hol vannak őrök. Ott van egy őr, én azonban úgy gondolom, hogy ez az egy őr előtt, oké, az az egy őr előtt sikerült átlapakodnom, úgyhogy akkor vonuljunk is szépen, óvatosan, halkan tovább, nézzük, hogy erre felé kik vannak. Itt lesz egy állás, aha, és ott is van, ott van egy őr, akit most szépen lopakodva hátulról fogunk lekapni, és krohácsol az őr. Na nézzük, hogy mi milyen véget értünk volna, hogyha krohácsoltunk volna. Szomorú véget, egy nagy kést állítottak volna a fülünkbe, úgyhogy amennyiben az életben az a életcélotok, hogy egy nagy kés álljon a fületekben, nyugodtan krohácsoljatok sátor alatt éjszaka a sivatagban. És azt hittem egy pillanatra, hogy mozognak a csillagok, de nem. Jó. Hangtompítós puska elő. És vonuljunk egy kicsit tovább, most már itt közeledünk egyébként az ellenséges állásokhoz, úgyhogy nem szeretnék össze-vissza pufogtatni, ott van egy őr egyébként, ott láttam, hogy mozog. Hán, ott vagy. Ott vagy, oké, őt majd megpróbáljuk kijátszani. Igazából a legjobb ezt úgy játszani, hogy tényleg szépen, óvatosan, megfontoltan, és kivárni az őröknek az útvonalát, alaposan mindent megfigyelni, hullákat elrejtegetni, vagyis hát én legalábbis minden esetre így szeretek az ilyen típusú játékokkal nyomulni, és a tisztünket pedig, akit lekaptok, átkutatjuk. Oké, örül valaki, hogy Vlahennel történt valami, azonban mi most erre mit sem hederítünk. Ezek itt micsoda? Ja, ezek halott emberek. Oké, néztem, hogy ez itt a feje, de akkor az meg a lába, és akkor ezek a beduinok, ezek nagyon furán néznek ki, de ezek halott katonák, úgyhogy minden rendben van, a karma az helyreáll, ott pedig ott van egy őr, aki ott a tábortűznél piknikezik, és engem viszont sokkal inkább aggaszt, hogy hol van az az őr, aki az előbbit össze-vissza járkált. Őt kellene most lekapnunk. Igen, egyébként nem teljesen teszt jelleg, ott van egyébként az őr a parton. Vízparton. Aha, itt vannak mind a ketten. Jó. Tehát nem teljesen teszt jellegű ez a rész, ez a sorozat most. Ugyanis szeretném, hogyha látnátok, hogy én hogy játszok egy ilyen játékkal, és hogy miért is szeretném, hogy lássátok, hogy hogyan játszok egy ilyen típusú játékkal, az nem lenne más, oké? Az nem lenne más, mint az, hogy szeretnék ebből a játékból egy hardcore sorozatot indítani. Ott is ott, hogy jaj, csak ne nézz erre, csak ne nézz erre, csak ne nézz erre, csak ne... és beindult a zene egy pillanatra, azt hittem, hogy észrevett valaki. Jó, de úgy tűnik, hogy most minden rendben van. Tehát szeretnék egy hardcore sorozatot elindítani erről a játékról. Ugye a hardcore sorozatnak az a lényege, hogy addig tart, ameddig be nem következik az első halál. Oké, itt pedig majd szépen fel fogunk menni, és innen körbe rálátunk mindenkire. Tehát a hardcore sorozat addig tart, ameddig az első halál be nem következik. És nem mondom, hogy hamar nem fog bekövetkezni, tehát nem mondom azt, hogy későn fog bekövetkezni, illetve sokára fog bekövetkezni a halál, mert iszonyatosan erősek az ellenfelek, és lényegében onnantól kezdve, hogy észrevettek, onnantól kezdve én nem érzem azt, hogy bármi érdemlegeset is tudnék cselekedni.
De minden esetre próbálkozok, és hogyha egy pár részig is, addig is kikapcsolódás, illetve hát szórakozás tudna jelenteni, illetve hát nem árt egy kis vérfrissítés a csatornára. Most ugye beindult a Battle Mages sorozat, igazából abban egy sorozatot szeretnék indítani, és mellé szeretnék egy hardcore-t, illetve ezt a mesterlövész puskást, katonát is szeretném itt elkapni, akit nagy bőszen dohányzik. Úgyhogy hát ugye a dohányzás az árt az egészségnek, ennyire nagyon árt az egészségnek, beletömtük a cigarettát a szájába, valamint átkutatjuk természetesen, hogy maradt-e nála egy kis dohány, amit tudnánk értékesíteni, azonban egy fikarcnyi sem. Jó, nézzük, hogy innen kikre és hogyan tudnánk rálátni. Tehát tudnánk menni ezen a homokzsákon, azonban én nem gondolom azt, hogy ez különösebben kifizetődő lenne. M1 garandot előkapjuk, és ott van egy mesterlövész. Oké, azt a mesterlövész pedig le fogjuk kapni, nem véletlenül van nekünk itt természetesen ide téve a programozók által ez a generátor, úgyhogy egy rúgással természetesen minden generátor tönkre is lehet tenni, hogyha eléggé kemény hősök vagyunk, és akkor próbáljuk meg azt a lámpás katonátot kikapni, nézem közben a szélirányt, valóban oda kellene szerintem lőni. Nem, most már sokkal inkább középre, jó lenne, hogyha most menne tönkre a generátor. Oké, okay. Az túlságosan aláment, az eltalálta egyszer, az pedig úgy gondolom, hogy még egyszer eltalálja, reméljük. Második pálya, igen, nem vagyok még teljesen tisztában. Ó, barátom, az fájdalmas lehetett, bármidet is talált el. Nem vagyok teljesen tisztában. Észrevettek. Észrevettek? Aha. Észrevettek, biztos. Oké, akkor vele is végzünk. Végzünk vele még jobban. Igen, egyébként amikor nem vesznek észre, akkor egy lövéssel megöljük őket, amikor észrevesznek, akkor több lövés kell hozzá. De neki úgy látom, hogy a tüdeje az eléggé megjárta, nem csak a dohányzós barátunknak a tüdeje, úgyhogy haladjunk is tovább, mert nem különösebben szeretnék a hardcore sorozatnak a fölvezetőjében már rögtön. Ajaj, ajaj, lőj már, lőj már! Na jó, futás innen, fut. Nem szerettem volna rögtön a hardcore sorozatnak a felvezetőjében elhalálozni, azonban úgy láttam, hogy mégiscsak sikerült. Na hát most már láthatjátok, hogy mennyire nehéz tényleg ez a játék. De hát természetesen ez csak egy felvezető sorozat, és nem is úgy játszom, mint hogyha hardcore lenne, mert hát ugye másról beszélek közben. És valóta ott tartottam, valami olyasmit akartam mondani. Hopp, valaki meghallott. Tehát valami olyasmit szerettem volna mondani, hogy amennyiben úgy gondoljátok, hogy szívesen néznétek ezt a játékot, és legyen belőle átkorsúzat, akkor tényleg várom a véleményeteket komment formájában, illetve azoknak a véleményét is várom, akik nem szeretnének erről, és akkor majd... Pillanat. Remek. Jó, most aztán mindenki tudja, hogy itt vagyok. Tehát azoknak a véleményét is várom, akik nem szeretnék, hogy sorozat legyen belőle, mert én viszont szeretném, hogy sorozat legyen belőle, és inkább az ellenvéleményekre van szükségem, mint sem a támogató véleményekre. Oké, pár természetesen hát a támogatókra is szükségem van természetesen, de gondolom értitek, hogy miről beszélek. Oké, itt vagyunk újra, nem látják, hogy itt vagyok, legalábbis az a katona, aki ott járőrezik, az... Tuti nem, úgyhogy ez minden esetre bizakodásra ad okot. Felderítjük azt a operátort ott, aki működteti a fényt, és most nem esünk abba a hibába, hogy minden áron megpróbáljuk lepuffantani, hanem megpróbáljuk mondjuk megkerülni. Bár ez is feladatunk lenne, hogy őt elkapjuk, de nem elsődleges feladatunk, úgyhogy amennyiben ki tudjuk cselezni, vagy valahogy máshogy le tudjuk ütni, vagy valami kevésbé agresszív, illetve a hangos módját tudjuk megtalálni a puskalövésnek, akkor, illetve alternatíváját a puskalövésnek, akkor már mindenféleképpen jót cselekedtünk, közel jutottunk a játéknak a végéhez. Rendben van. Egyébként még a játékról annyit, hogy ahogy láthattátok, az előbb sebződünk is, sajnos nincsen életcsíkunk, azonban vannak iszonyatosan idegesítő, láthatatlan falak, ami miatt például nem tudok oda menni, és nem értem, hogy miért jó ez. Oké, tehát azt a katonát pedig ott most leütjük, azt ott valószínűleg sikerülni is fog.
és valószínűleg senki nem fog bennünket közben észrevenni. Oké, tehát nincsen életcsíkunk, a képernyő vörösödik, illetve fekete-fehérré változik a kép, hogyha már kevés az életünk, és egy fejlesztést nyitottunk szabad, de ennek ellenére viszont vannak életcsomagok a játékban, élettöltők a játékban, amelyeket fel tudunk használni az üdvösségünkhez, tehát hogyha nagyon-nagyon hiány vagyunk az életnek, fogytán vagyunk az energiának, akkor egy ilyet el tudunk tolni, és akkor fel fogunk gyógyulni. Kettő őr van itt egyébként a környéken. Katonákat nem tudom, hogy mondtam-e már, de kicsit összemosódik most az előző videó, meg ez a videó, de a katonákat át lehet kutatni. A katonák átkutatásának pedig van egy olyan áldásos haszna, hogy ezáltal lőszerekhez, töltényekhez, mondjuk a lőszerek és a töltények ugyanazok, de lőszerekhez tudunk hozzájutni, illetve fegyverfejlesztésekhez tudunk hozzájutni, ezeket a fegyverfejlesztéseket pedig hát a fegyverünkkel tudjuk rárakni, például egy jobb irányszékot, egy jobb mit tudom én, egy jobb fogantyúkát a fegyverünkre, igen, egyébként a fogantyúkának ez a hivatalos megnevezése, illetve a puskatusnak, mondjuk nevezzük a puskatusnak, és a puskatusnak a fogantyúk a hivatalos megnevezéseit, pedig nyestem egy kicsit nagyot, és vörös lett a képernyő. Abban nem vagyok biztos egyébként, hogy van-e automatikus életregenerálódás, regeneráció, vagy minden áron kötszereket kell magamba nyomjak, hogy igen, útvonal tervezés folyamatban, hogy feltöltődjön az életem, és azt nézem, hogy errefelé is lehetne menni, de körben még jobb lenne menni, azonban itt menjünk innen, sicsinem. Azonban itt állomás az... Egy pillanatra hangot hallottam, azt hittem, hogy valaki hallott. Tehát azonban itt állomás az itt valahol egy őr, aha, az ott is, őt viszont nem ártana lekapni. Mászunk itt fel? Oké. Okay. Jó, ez... Pop. Most kell imádkozni, hogy ő ne jöjjen ide, mert ha ő ide jön, akkor én kénytelen leszek őt lelőni, ő pedig ott a háttérben ő neki a halálát észre fogja venni. Oké, nem jön ide. Rendben van. Én viszont tényleg szeretnék itt maradni minél inkább a fedezékekben. Ugye itt az épület a romok között. Jó. Jó lenne, akkor megnézzük, hogy ez a egy katona, akit most mászkál, ez merre fog elmászni, és hogyha valami olyan helyre, ahol az vállalható, akkor lelőjük a társát, utána pedig őt. Tverrodonban van még 11, illetve összesen 16 töltény. Melyik legyen a prioritás vajon? Próbáljunk meg itt mondani. Ajjaj. Most vagyok problémában, mert észrevettek. Úgyhogy itt most majd gyorsan fog kelleni cselekedni. Remélhetőleg senki nem fogja meglátni, hogy itt vagyok. Oké, egy megvan. És ez meg már eléggé hangos lövöldözés, pufogtatás arra, hogy jöjjön ide mindenki, illetve mindenki tudja, hogy itt vagyok, úgyhogy gyorsan egészségügyi csomag, F betű. És el kellene lennem másik pozícióba, mert ha itt maradok, akkor ugye természetesen az egész bázis ide rohan, és mindenki tudja, hogy itt vagyok, mász át, kérlek szépen, légy szíves, lecsináld. Jó, akkor csináld, és pukkadj meg, így is van. Na, ennyire nehéz ez a játék, 20 perc alatt kétszer sikerült meghalnom, pedig az előző felvételt azt sikerült halál nélkül megcsinálni. Jó, hát hiszi, aki elhiszi, de nem szoktam általában hazudni, úgyhogy ezt higgyétek el, meg tényleg már egy kicsit ki is vagyok, hogy kétszer kell ugyanazt felvennem, illetve kétszer kell ugyanazt végigjátszom, úgyhogy pörögtem is egy picit. Oké, rendben van, akkor minden esetre ez volt a Sniper Elite-nek a bemutatója. Amennyiben tetszett, akkor várom a tetszési nyilvánításokat. Tényleg ne felejtsétek el a kommentet, hogyha szeretnétek ebből a sorozatot, illetve akkor is, hogyha nem. Valamint jobb oldalon felül megtaláljátok a linket a feliratkozáshoz, megtaláljátok a linket a teszelgető sorozatnak a lejátszási listájához, illetve a további sorozatokhoz is. Úgyhogy én akkor búcsúzom tőletek, köszönöm a figyelmeteket, találkozunk legközelebb, én Hullander voltam, sziasztok!